Sziasztok! Folytatjuk a múltkori wireguard kalandunkat. Hát akkor ugye itt másolgattuk a konfigurációs állományt ilyen paraszt módon. Most mutatok egy hát kicsivel egyszerűbb megoldást, amivel tulajdonképpen akár e-mailben, akár kinyomtatva, bárhogyan odaadhatjuk a usernek a QR kódot, ő beolvassa a telefonján, azt fel tud vele csattani. Mire is van szükségünk? Hát rengeteg féleképp meg kellett ennek a feladatnak futni. Elárulom, léteznek olyan oldalak is, ahol beírod az adatokat, bepötyök a weboldalon a kulcsot, vagy legenerálja a kulcsot, és akkor kiköp a végén egy QR kódot. Tehát igazándiból akár ez is egy megoldás, hogy keresel egy erre a célra használható weboldalt, mi nem ezt fogjuk elkövetni most értelemszerűen, hanem Linuxon behákoljuk ezt a dolgot, hogy hogyan működik. Na, Hát akkor nézzük, van itt egy kis jegyzetünk, ez a QR Encode nevezetű programocska, amire szükségünk van, úgyhogy ezt rögtön föl is telepítjük az ott lévő parancsal, apt-get, insta, QR Így van, papapapra, ezt már föl is telepítettük, ugye ezen túl vagyunk. Na most, a QR Encode nevezetű programot fogjuk arra használni, hogy az előre legyártott konfigálományból készítsen egy QR kódot. Egy konfig állomány az úgy néz ki, amit itt láthatunk is. Gyakorlatilag ez egy ilyen eléggé minimalista konfig állomány, ami azt mondja, hogy megmondja az interfész szekcióban, hogy a saját privát kulcsunk mi, tehát ez a telefonon lévő wireguard lesz a saját privát kulcsa. Azt megmondja, megmondja hogy milyen IP-t kapunk. Itt ugye a múltkori videóra csatolok vissza, aki nem látta, nézzen meg a múltkori videót illetve a dns szervert és a pír, neki ugye pírje a ami routerünk lesz. A pírnek a MikroTiknek magyarul a publikus kulcsakám, -e. milyen IP tartományt engedélyezünk, tehát ismerős teljesen a múltkoriakból, mi az endpoint, ahova ő csatlakozni fog. A kipulájva az igazániból csak itt, itt, van, de ezzel most nincs tendő, akár ki is hagyhatjuk, minimalista konfigurációban még akár az sem kell. Na most ugye ha egy ilyen konfigállományt elkezdünk készíteni, például én itt készítettem egyet konfig txt névem, akkor ha bele hát akkor ugye itt van. Következő ezzel a probléma. Hát kellene nekünk ugye egy privát key, egy privát kulcs, amit létre kéne hozni. A public ki az nem probléma, hiszen az, ha megnézzük, a mikrotik routerünk wireguardjába belépünk, ugye itt a public key. Tehát ezt a public key gyakorlatilag ugye AJA8 a vége, ezt a public másoltam ide bele, AJA8, tehát ez csak simán bele van ide kopízva, de hogy így teljesen, majd mindjárt eljátszuk a dolgot, be fogom oda másolni, sőt, játsszuk is el, gyakorlatilag teljesen ezt a dolgot, tehát azt mondom, hogy ide a, a, a public key-be be kell másolni a WireGuard szerve, tehát a Mikrotik PIR-nek a, a, a publikus kulcsát, copy, ezt behaintjuk ide és beillesztjük. Nyomunk egy szévet, ez megvan. De most honnan lesz nekünk privát kulcsunk a telefonhoz és honnan lesz uh, publikus kulcsunk, hiszen ne felejtsük el a párját be kell tenni a Mikrotikbe. Hát erre is több lehetősége van, akár még vannak ilyen weboldalak, amik tudnak ilyet generálni, de természetesen mi magunk is generálhatunk. Hát van-e egy ilyen jó hosszú sor, amit csináltam. Hát ez több parancs van itt összefúzva, ha már volt kulcsok, TXT vezető állami, azt letörli. Open ssl generálunk egy kulcsot, ez ugye a privát kulcs, amit átalakítunk, és a kulcsok TXT-be elmentjük, majd Open ssl generálunk egy, egy, publikus kulcsot, Privitk, hol van ez? Itt van. Ott van, igen, publikus kulcsot, már saját magam sem látok, publikus kulcsot, amit egyébként átalakítunk a, és belerakjuk a kulcsok TXT-be, tehát mondjuk ebbe a kulcsok TXT-be kettő darab dolog lesz, lesz benne egy privát kulcs, meg egy publikus kulcs, majd a végén letörlöm a létrejött ilyen DER segédfájlokat. Tehát, ha ezt így, ahogy van, lefuttatjuk, akkor két kulcsunk lesz. Elő lesz a privát kulcs, ami ugye a telefonnak lesz a privát kulcsa, őt kell beletenni ebbe a állományba. A másik kulcs, ami keletkezni fog, az pedig a, a publikus kulcs lesz, őt kell a mikrotikre fölrakni Pírnek. Hát én azt mondom, hogy negatyózzunk, ezt az egész parancsot másoljuk ki. Ugye látjátok, most még itt nincsen semmi ilyesmi. Mások így be. Azt mondom, hogy futtassuk meg. Ö, igen, hát nem volt még ilyen az okja, hogy nem törölhető. Az akkor érdekes, hogy többször lefuttatja az ember egymás után, mondjuk mert több, több, több eszközhöz kell generálni. Én itt csak az zavaró tényező miatt beraktam, mert volt, hogy itt felejtettem, úgyhogy most már nem lesz itt. Viszont itt lesz a kulcsok TXT, ha ránéztek, és ha belenézzünk ebbe a kulcsok TXT-be, akkor itt láthatjuk a kettő darab kulcsot. És ahogy mondtam, ebből az első a privát kulcs. Na, ezt a privát kulcsot kell. Ö, Belemásolni, hát, vagyis bár, bárhogy másolhatom. Tudjátok, mint akkor maradjunk ennél a módszernél, ha már az előbb is így másoltunk. Kulcsok txt, itt van ugye ez a. ez a privát kulcs, másoljuk, és ezt szépen beélesztjük a config txt-be ide a privát kulcs helyére.

kulcsot pedig bemásoljuk a mikrotikhez egy pírnek, ugye meg elkészítjük az ellenpárját, ahol azt mondjuk, hogy a publikus kulcsa túloldalnak ez lesz, és a cím pedig a 192.168.70.2 per, hát nem is kell a per 32, azt mondja, ő magától mögé teszi. Így van, elkészült a túloldali pár. Na, most már csak generálni kéne QR-kódot ebből. Többfajta módon is tudunk generálni QR-kódot ebből. Az egyik az rögtön itt látványos lesz. Úgyhogy ezzel a qr kód programmal legeneráljuk ebből a config nevezetű állományból, amit ugye most készítettünk, és ugye belerőttük a megfelelő kulcsokat. Ebből fogjuk generálni. Úgyhogy én most ezt beleillesztem. És ide fog nekünk kiköpni egy nagy, QR kódot. Hát ha ezt a QR kódot beolvasnánk a telefonunkkal, akkor tulajdonképpen a beállítások belekerülnek. De ezt ugye még nehéz odaadni a usernek, viszont van ennek egy ilyen változata, ennek a parancsnak így is végre lehet hajtani, ahol azt mondjuk, hogy egy user egy PNG-be készíti el ugyanezt a dolgot, készítsük el, ott lesz neki benne, elméletileg keletkezett egy user, egy PNG, és itt is van. És én akkor ezt fogom most megnyitni a telefonnal, hiszen ezt a kulcsot adjátok akkor gyakorlatilag a felhasználónak, elkülditek ezt a, ezt a fájt, hogyha itt nem rohadt le a, a, a videó felvétel, de talán még nem, mert elment aludni a képernyő. Nagyon csodálkoztam egyébként, hogy kijöttem ide, és azt látom hogy itt 5G a kültéri ö, mobilnet, Telekomnál. Látjátok, nem vagyok föllépve a belső hálózatra, mobilneten vagyok, és ö, keressük meg a vajorgárdot és most én azt mondom, hogy egy plusz gombot hozzám, scan from QR code, csak most használja a leolvasót. A, mi történt? Úgy van, már sikerült elolvasni a, a, a QR kódot, elsőre hirtelen még itt nagyon félolvasta. Adni kell neki csak egy neve, gyakorlatilag ez test. Lesz ennek a neve, Create tunnel. Ha rákattintok, akkor itt meg tudjuk nézni az adatait. Elméletileg ugyanazokat látjuk benne, amiket mi magunk is bepötyögtünk. Látjátok, ez van benne valóban, csak egy QR kóddal odaadtuk a usernek bekattintom, és azt mondja, hogy a henség létrejött, és ezt hát most már... Áá, mi a halál ennek a neve? Ping Tools, itt van. Ezt be is fogom tudni bizonyítani egy belső... A múltkori nast fogjuk megpingelni vele gyakorlatilag 10.002-t, és el fogom érni. És ugye, ha megnézzük a túloldalt a mikrotiknél, akkor is látjuk, hogy itt a Peer-nél már van forgalom, tehát fönt vagyunk, úgyhogy itten vagyunk, valóban létezünk. Na hát így lehet QR kóddal uh, teríteni a konfigurációt. Sziasztok!